Ez itt a Napunk Newsfilter 2023. május 11-i kiadása. A híreket ma Rences Ágoston válogatta és kommentálta. Én Kovács Magdaléna vagyok. Mai témáink. Csaputovának nem releváns Ficó, lehet, hogy Ódornak sem lesz az. A Hlász szerint a sorosozás nem menő, és ez adhat neki végre karaktert. A szövetség mondhatna valamit Ódorról, hogy látszon, pártként is létezik. Ma kora délután már csak egy név hiányzott Csaputován szakértői kormányából. Az államfő péntek délig bejelenti, kik lesznek az Ódor kormány tagjai. Ahogy az várható volt, még fel sem állt a szakértői kormány, már is komoly támadás alatt áll elsősorban Robert Fico és a Smer irányából. A támadások miatt egy miniszteri poszt várományosát már vissza is léptette az elnöki hivatal, bár ez szerencsére nem Fico sorosozásának az eredménye volt. A kulturális tárca élére Barci Gyula a művészettörténészt szánta volna Csaputová, de vele a Smerodinának és az Olánónak is gondja volt, egy Szlovákiából külföldre eladott Bernini szobor és Krasznahorka miatt. Barci tisztázta magát mindkét ügyben. A Bernini szobor kapcsán nem rajta múlott az alacsony kikiáltási ár, és az sem, hogy a kulturális minisztérium jóváhagyta a mű külföldre való eladását. Krasznahorka esetében pedig azért bontotta fel a szerződést a felújítást tervező építésszel, mert a projektben több hiányosságot talált. De mivel a neve mégiscsak kapcsolódik ezekhez az ügyekhez, az elnöki palota reputációs kockázatot látott benne. A sorosozás nyilván nem hagyja meg Csaputovát, hiszen őt az elnöki jelölése óta ezzel támadják, és a titulust magától értetődően megkapta az általa kijelölt szakértői kormányfeje, Ódor Lajos is. Annyi változás azonban van Csaputová részéről, hogy Fico támadásai miatt jogi lépéseket helyezett kilátásba. Ez az eszköz Ljubos Blaha ellen már egyszer működött. A Smer túlmozgásos dezinformátora nem tudta bizonyítani állításait arról, hogy az elnök külföldi ügynök és hazaáruló. Törölni kellett az ezzel kapcsolatos posztjait. Ma Csaputová és Ódor tartottak egy rövid sajtótájékoztatót. Ezen Ódor is reagált arra a vádra is, hogy soros embere lenne. Megköszönte Ficónak, hogy annak idején a kormánya őt jelölte a Nemzeti Bank alelnökének. Ódor arról is beszélt, hogy a kormánya támogatásáról tárgyalni fog a releváns pártok vezetőivel. Amikor Csaputová a szakértői kormány lehetséges tagjairól egyeztetett a pártvezérekkel, nem volt köztük Robert Fico. Lehet, hogy Ódor is arra utalta a releváns pártok vezetői fordulattal, hogy Fico nem feltétlenül lesz közöttük. A Hlász úgy volt 2020 nyarától egészen 2023 elejéig a legnépszerűbb párt, hogy ahhoz alig kellett valamit csinálnia. A Covid-járvány első hulláma elleni gyors és határozott fellépése után adta át az irányítást Matovicsnak, hogy kezdetét vegye az a válságokkal, kormányfőcserével és minisztercserékkel súlyosbított kormányzás, ami végül a ciklust sem bírta kitölteni. A Smer viszont kiheverte a pártszakadást, visszadolgozta magát a második helyre, idén tavasszal pedig a felmérések szerint a vezetést is átvette. Tette ezt úgy, hogy végig nagyon határozott arcéle volt. Fico tulajdonképpen önmagát adta. Sőt, önmagát emelte hatványra, és csavarodott bele egyre inkább a járványügyi intézkedések, egyébként nem alaptalan kritikájába, majd pedig Ukrajna kapcsán az orosz barátságba. Eközben a Hlász messze nem volt ennyire karakteres, és most azzal növeszt magának némi arcélt, hogy elítéli Fico Csaputová elleni álmokfutását. 2019-ben Csaputová ugyanilyen gusztustalan támadások közepette verte meg nagy fölénnyel az elnökválasztáson a Smer jelöltjét, és talán nem is rossz ötlet a Hlász részéről szembe helyezkedni ezzel az őrülettel. A PS mellett a Hlász az a biztosan parlamentbe jutó szalonképes párt, amire végül a többi nyugatos pártból kiábrándult, mérsékelt szavazók leadhatják a voksukat. Ez a gesztus pedig Pellegrini emberarcú Smerét egy árnyalattal vonzóbbá teheti a számukra. Az pedig az egész ország érdeke, hogy a választás után a Smer és a Hlász ne legyenek egymásra utalva.
Az arcél az, ami a szövetségnek is nagyon hiányzik, és a jelenlegi helyzet nekik is lehetőséget ad arra, hogy valamiféle karaktert öltsenek magukra. De ők, pontosabban az MKP platform, ezt inkább Gyimesivel próbálják elérni. A szövetség legismertebb politikusainak többsége, Forró Krisztián pártelnököt is beleértve, egyénenként üdvözölte Ódor Lajos szakértői kormányfővé jelölését. Azonban a szövetség, mint párt, nem reagált erre a fejleményre. Az meglehetősen szokatlan lenne, ha a szövetség beállna Csaputová mögé, hiszen azzal nyíltan el kellene utasítani a sorosozást is, ami a magyar kormány egyik legfontosabb kommunikációs panele. Érdekes, hogy pont a magyar kormány álláspontját a leggyakrabban átvevő MKP platform elnöke, Berényi József ítélte el a Csaputová családja elleni halálos fenyegetéseket. Ez egy teljesen épkézláb gesztus, ami jól mutatna a szövetség hivatalos álláspontjaként is. Ahogy az is, ha a szövetség mondana valamit Ódor Lajosról és a szakértői kormányáról. Ha már az országosan ismert politikusai mind pozitívan értékelik Ódor kinevezését, és a közgazdász magyar nemzetisége egyébként is a legtermészetesebb kapcsolódási pont lenne a szövetség számára. De még a platformok szintjén sincs erről különösebb kommunikáció. A Híd platformot leszállítva, ami legalább a Facebook oldalán megosztotta Solymos László és Rigó Konrád Ódort üdvözlő posztjait. Az MKP platform azonban semmit nem mond Ódorról. Az összefogás platform meg mintha teljesen elengedte volna a platform szintű kommunikációt. A Facebookon a platform utolsó posztja egy lassan egy hónapos regionális hír. Pedig Orosz Őrs, Mózes Szabolcs és Bauer Ildikó is lelkesen üdvözölték Ódor kormányfővé jelölését. Tehát legalább a Csaputová elleni támadások elítélése, még ha a sorosozásra fogékony választói rétegnél nem feltétlenül rezonálna is jól, és főleg Ódor támogatása pártszintű kommunikációval azt mutatná, hogy a szövetség pártként is gondol valamit az országról, és nem csak egymás mellett beszélő politikusokból és egymással marakodó, vagy éppen passzív platformokból áll. Hírek egy mondatban. Milan Hrenko, környezetvédő, a levegőminőség és az éghajlatváltozáshoz való alkalmazkodás szakértője lesz az új környezetvédelmi miniszter. Megdöbbentették Lengyelország budapesti nagykövetét Böröndi Gábor magyar vezérkari főnök II. Világháborúval összefüggő kijelentései. Sebastian Kacsek egy nyílt levélben ítélte el Böröndi szavait. 6 mérkőzésre eltiltották Filip Glova bírót azokért a hibákért, amiket a Dac Slovan mérkőzésen vétett. Többen okolják Oroszországot az ukrajnai háború kitörése miatt Magyarországon, mint korábban, de Ukrajnát is. Ukrajnának több időre van szüksége az Oroszország elleni ellenoffenzívához, jelentette ki Volodymyr Zelenszkij ukrán elnök. Kijev további katonai segélyre vár. Nagy-Britannia több Storm Shadow rakétát küldött Ukrajnának. A rakéták hatótávolsága meghaladja a 250 kilométert. A szerb rendőrség több tucat embert vett őrizetbe, akik a közösségi médiában erőszakkal fenyegetőztek, vagy támogatták a nemrég 17 halálos áldozatot követelő lövöldözéseket. Sokan voltak, akiknek nagyon szúrta a szemét a napunk létrejötte, és ez egyáltalán nem véletlen. Mi azonban egy év után is itt vagyunk, és azt tesszük, amit ígértünk nektek. Fontos cikkeket írunk, elemzünk, kérdezünk, és a segítségetekkel magazinokat is kiadunk. Mindez csak a ti támogatásotokkal lehetséges, amit köszönünk és számítunk rá a jövőben is. Fizess elő a napunkra! Csatlakozz hozzánk egy jobb és hitelesebb sajtóért! A mai napunk newsfilter híreit válogatta és kommentálta Rences Ágoston. Én Kovács Magdaléna vagyok, a Viszonthallásra holnap.